Varga Attila, 46 éves jogász, közel két évtizedet tevékenykedik a román parlamentben. A szatmár németi születésű alkotmányjogász és emberjogi szakember a november 30-ai választásokon Szatmár megye négyes számú választókerületének képviselőjelöltje az RMDS színeiben. Ismeri a régiót, amelyet képviselni szándékozik. Nem véletlenül fogadták régi barátként Nagy Károlyban a vasárnap Istentiszteleten a Református templomban, majd az ünnepi misén a Római Katolikus Szent Hajlékban. Mindjárt a legelején, hogyha természetesen képviselő leszek, ki akarok alakítani, ki szeretnék alakítani egy nagyon rendszeres kapcsolatot, együttműködést a helyi önkormányzatokkal, külön-külön minden község önkormányzatával, hiszen csak egy ilyen együttműködés keretében lehetünk eredményesek. Már most gyakorlatilag ez alatt a kampány alatt azt arra is fel lehet használni, hogy, és fel is használtam, hogy Ö, lajstromozzuk a problémákat. Ezek egy részéről eddig is tudtam, hiszen ö, a megye képviselője lévén már szembesültem ezekkel a problémákkal, de nyilván számtalan új a helyhez kötőt, vagy akár egy-egy községnek a sajátos problémái is felmerültek, illetve hát a problémák folyamatosan jelennek meg újak, oldódnak meg a régiek, tehát ezeket szeretném mindenféleképpen összeírni, összehozni és elkészíteni közösen az önkormányzati képviselőkkel, tanácsosokkal, polgármesterekkel, alpolgármesterekkel, egy akárha úgy is nevezhetném egy stratégiát arra, hogy az elkövetkezendő négy évben akár prioritásokat is felállítva hogyan tudjuk a térséget előmozdítani. Egyébként pedig a térségben egy, egy jelentős gazdasági potenciál van. Ö, joggal úgy érezték, hogy egy kicsit elhanyagoltak, vagy el voltak hanyagolva az utóbbi időszakban. Ugyanakkor önmagában ez a térség nem egy fejletlen vidék, nem egy elmaradott vidék, hiszen főleg Nagykároly és környéke egy, egy jó módban lévő térség, fejlett mezőgazdasággal ugyanakkor a másik hely, a másik része a, a körzetnek, Tasnád és környéken, ott valószínűleg több fejlesztésre van ö, szükség, de ott például ott is és Nagykárolyban is vannak turisztikai lehetőségek, ugye elég ha Nagykárolyi kastélyra gondolunk, amely nemrégiben éppen a napokban, hetekben kapott egy, egy támogatás, része egy támogatásnak, amely arról szól, hogy felújítják a Nagykároi kastélyt és környékét. Ö, terünk a nagykároi templom, romai katolikus templomnak a felújítása, amely szintén egy nagyszabású beruházásnak számít, de hát az utaktól kezdve is nagyon sok egyéb probléma van. Természetesen ezek egy része önkormányzati hatáskörben lévő feladat. A parlamenti képviselőnek ami a saját hatásköre az az, hogy majd a helyzetünktől, tehát az RMDS parlamenti és esetleges kormányzati szerepétől függően milyen módon tud segíteni ezekben a folyamatokban, illetve melyek azok a törvényi háttere mindennek, amely elősegíti ezeket a folyamatokat. Nagy Károly polgármestere Kovács Jenő szerint a lehető legmegfelelőbb jelöltet találták meg Varga Attila személyében a térség számára. A város elöljárója különösen sokat mondónak tartja, hogy az RMDS-es jogászt a magyar közösség mellett a 15 ezres lélekszámos közösség, valamint a roman lakosság is támogatja. Hála Istennek most az RMDS-nek nagyon jó jelöltjei vannak. Tehát ha kerestük is volna, most ezt viccnek is mondhatjuk, de nagyon komolyan mondom, tehát nem találtunk volna jobb embereket. Most ez az új választói rend most már egyszerű. Tehát nekünk Nagy Károly és Tasnád vidékinek van egy képviselőjelöltünk, aki Varga Attila, és van egy szenátor jelöltünk, Güntner Tibor. Varga Attila egy nagyon jó képzett jogász, jogtudományok doktora, Güntner Tibor egy építész, egy, egy fantasztikus tudású ember ő is. Tehát ez a két ember van a listán, a szenátor jelöltek listáján van Güntner, a deputát a képviselőjelöltek listáján pedig Varga Attila. Egyszerű ez a dolog. Egyszerű, ha elmegyünk szavazni. A polgármester hozzáteszi, noha vannak még magyar jelöltek más pártok színeiben is, egyedül az RMDS jelöltjei képviselik a Romániában élő másfél millió magyar állampolgár érdekeit. Ha nem lesz ott Varga Attila, nem lesz ott Güntner, akkor nem lesz kihez a Nagykároly a Tasnáda és a környékbeli polgármester appellájan úgy mond, ügyes bajai, bajos dolgaiban Bukarestben. Ha nem is lesz a kormányon az erendélyes, mert nem egyszerű higgyék el nekem Bukarestben, ha valamit el kell intézni. Nagyon-nagyon nehéz. Főleg innen ha megy valaki. Tehát ezért is nagyon fontos, hogy ilyen becsületes uh, magyar emberek is legyenek ott. És ezek most az RNDS jelöltjei, és hála Istennek itt nálunk nincs ilyen, hogy bolgári párt jelölt, RNDS jelölt. Ez a mi magyar jelöltjeink. Kon.